Köszöntöm a Space Bridge nézőit! Az izmos bemutató videómban arról beszéltem, hogy a kevésbé népszerű autobotokkal a Hasbro úgy bánik, mintha mostoha gyermekeik lennének. Na, ha ezt a hasonlatomat vesszük alapul, akkor szerintem fuvaros az autóbot, akivel a legmostohábban bánik a Hasbro az Optimus-szal fölre érkezett autobotok közül. Ha jól tájékozottam, a Hasbro a 37 év alatt összesen kétszer adta ki ezt a karaktert figurában, és azok is szánalmasan sikerültek. De szerencsére az SXS nevű cég kiadott egy figurát, ami kísértetiesen hasonlít fuvarosra. Ezt fogom most nektek bemutatni nektek, de előbb de nézzük meg a dobozát. Ilyen kis egyszerű doboza lenne neki. Rajta a figura száma R01-es, cégnek a logója SXS. 15 éves kortól ajánlják, és ami... Hát megpróbálom kiejteni, de ne kövezzetek meg, mert Continuous Quirky Variable. Nem tudom, elnézést, az angol kiejtésem nem a legjobb, ezt tudjátok már. Na, a lényeg az viszont, hogy hát a dobozon látszik egyértelműen, hogy ez bizony a fuvaros figurának akar, angol neve Cog, nem, az másik, Gear. Az angol neve Gear volt neki a képregénybe, illetve a mesében, magyarul pedig fuvarosként ismerhettük meg. Itt ugye van egy kép már jármű módba, egy robot módba, kezébe kettő fegyver, mutatja, hogy kristályelemes a szeme, világít, hogy van rajta a talapzat rögzítési pont, ami járműként is használható, illetve robotként is, és hogy pozícionálható, hogy lehet esetlegesebben beállítani. 2013 Made in China. És a hátulján, vagy az alján pedig egy sejtelmes kép, amiről lehet tudni, hogy nem sokára Coming Soon érkezik a R02-es típusú figurájuk, ami Blur lesz, vagy Blur lett volna. Nem is tudom, azt hiszem kiadták ezt a figurát, csak nagy volt. Tehát méreteiben nézve nem nagyon lehetett Soldier Cast-ba besorolni. De egy egyszerű kis doboz, semmi extra. Nekem nincs is ezzel bajom. Az a lényeg, hogy nem kell széttépni az, hogy kicsit belőle a figurát, tehát el lehet tenni, és későbbiek folyamán meg lehet nézni. Továbbiakban még a doboz tartalmazta az átalakítási tervrajzot. Van rajta betű minden nyelven. Ezt azért nem árt megőrizni, néha elővenni, tanulmányozni, mert nem olyan egyszerű a figura átalakítása. És bizony adtak hozzá egy klasszis Texpex kártyát. Egy olyan kártyát, ami tartalmazza a figurának az erősségeit, illetve a gyengeségeit, az intelligenciáját, a gyorsaságát, endurance, rank, skill 7. Hát ezekből biztos, hogyha nagyon sok van, akkor lehet játszani vele ilyen autós kártyához hasonló játékokat, hogy pakoljuk le, és akkor ő őt üti le. De másra nagyon nem jók ezek a kártyák. Illetve még adtak hozzá kettő fegyvert. Egy ilyen pirosat, meg a szürkét. Én a szürkét használom többnyire hozzá, szerintem az jobban élik. Jó. Ennyit a dobozról, és akkor nyissuk az űrhidat, és nézzük... Fuvarost? Igen, fuvarost. És itt is lenne akkor, akire az előbb azt mondtam, hogy fuvaros, de ő nem fuvaros, csak kísértetésen hasonlít le, úgyhogy a videó hátra levő részébe én fuvarosnak fogom hívni, vagy Gírnek, ahogy tetszik, vagyis ahogy éppen nekem fog tetszeni. De már első ránézésre látszik, hogy próbálták realisztikusabbra megcsinálni ezt a jármű módot, nem pedig olyan meseszerűre, mint ahogy a gépregénybe vagy a rajzfilmbe ábrázolták, és ez nekem nagyon tetszik, őszintén szólva. De nézzük meg, hogy még mi tetszik rajta. Hát először is jól gurul a figura, bár egy kicsit zakatol. Ennek az az oka, hogy ilyen szép nagy pugácsák vannak a kerekein, ami azért egy terepjárónál, főleg egy ilyen nehéz terheket cipelő terepjárónál, mint ami ő volt, az szükséges, hogy ne csúszson a kereke. Tehát ez dizájnnak jó ezek a nagy pugácsák, de amúgy zúgnak. Jó. Akkor igazából a maradjunk a kerekeknél, igényesen megcsinálták azt, hogy bizony ez egy szépen fényes, ezüstös rész, már króm hozva vannak neki a felnéjei, ami egy pozitívum, hogyha az előző videóban lévő portyázót vesszük alapul.
A króm részek elő is, vagyis ezek az ezüstös részek megtalálhatóak, és jól sikerültek. Hát a visszapillantó tükör is ezt a visszapillantó, maga a lámpák is ezt kapták, ezt az ezüstöt. Vörös lökhárító. A fényezése az nagyon jól idézi a G1-es külsőt, de a maga a terepjáró mód a sokkal robusztusabb. Ide kapott a szélvédőre, csak kicsit beleolvad kis ablaktörlő lapátokat, és tetőablak, és még itt is van valami majrévas, valami kapaszkodó rögzítő a tetején. Klassz ez a sötétített szélvédő tényleg, tehát hogy nem látszik a belső rész, nem üt át rajta. És nagyon jó, hogy nem egy túl letisztult a felülete neki. Tehát nem is tudom, ez elmenne egy ilyen új Tesla típusú pick-upnak, bár már annál dizájnosabb talán. Hátulról pedig ezt mutatja. Hát ide is kapott kettő kipufogót, kis hátsó lámpákat, és itt van még egy rendszámtáblának hely. Ha ehhez annól csináltak volna egy matricát, az mondjuk vagány lenne. Most így a videóban annyira nem tudom, hogy mennyire tűnik jön át, de úgy látom, hogy szinte semennyire. De maga a kék részeknek, meg a pirosnak olyan, mintha lenne egy ilyen kis metálos fényezés, mintha egy metál szemcsék lennének benne. De ehhez már nem is tudom, milyen kamera kellene, hogy ez tényleg úgy érzékelődjön. De dizájnos, nagyon dizájnos, tehát ad neki egy olyan varást. Jó, hát az elejére ragasztottam egy Autobot jelet, mert ez szükséges volt annak idején, hogy jobban hasonlítson arra, ahogy a képregényben megismertük ugye fuvarost. És szerintem tényleg jó lett, illetve visszapillantó tükrei is vannak az autónak, amire szintén egy kis matricát lehetne ragasztani. Hát nem azt mondom, hogy teljesen földi, de úgy hihető. Talán ezek miatt, a részek miatt lehetne rá azt mondani, egy kicsit olyan durva, de olyan nagyon szép robosztus autó lett belőle. És alulról nézve pedig extra nincs annyi, hogy a fegyverét azt ide lehet neki rögzíteni az aljára. Hát igen, csak egy fegyvert lehet, tehát választani kell, hogy vagy a pirosat, vagy a szürkét. De igazából elég is neki szerintem egy fegyver. Jó, hát én nekem nagyon nagy kedvelt kiegészítő hozzá. Nagyon szeretem, és a polcon mindig vagy a vállán piheg, vagy a kocsinak a tetején. Ez a kis picike pókember figura. A fekete szimbióta ruhájába. Mert ők ugye elég jó barátságot kötöttek, ha mondhatjuk úgy a képregénybe. Az egyetlen Marvel hős, aki talán kapcsolatra lépett a Transformerekkel, hogy összehozták egy kicsit a két univerzumot. És ez annyira jó a tetejére, tehát sajnos ez nem a figurához járt, valami Pókember Kinder tojás jellegű kapszulába volt ez annó benne. Tényleg valami zöldségesnél vettük, és annyira megtetszett, hogy fú, hát ez méretben egész optimális hozzá, hogy ez azóta is nekem ennek a figurának a része. Ami nem tetszik rajta, olyan nincs egyébként ennél a figuránál, így ebben a módjában legalábbis azt mondom, hogy teljesen jó. Hasonlítsuk is őt össze, illetve még összehasonlítás előtt a G1-es képregény első számába ő itt található meg Hond és Ratchet és Jazz között. Próbálok ilyen randomra szemezgetni közülük, ezt mondtam nektek, hogy a instásoknak, akikkel úgy általában feladom a heti rejtvényt nekik, hogy ki lesz a következő videóban a karakter, ne legyen olyan könnyű dolguk, tehát na mindegy, hát itt az első illusztrációja az nagyon más volt, nagyon eltért attól, amit későbbiekben használtak, de nem gáz, mert megmondom őszintén, későbbiekben szerintem jobban nézett ki ez a karakter. Egyedibb volt. Hát itt igazából elmondja, hogy ő mennyire utálja a földet, ami azért vicces, mert még a bárkában vannak, és még ki sem mentek, de ő már el akar húzni erről a bolygóról. Hát itt próbálták a személyiségüket neki bemutatni. Jó, illetve, ha már képregénynél vagyunk, akkor a Transformersnek a harmadik számába találjátok neki a jellemzését, és ott ő így nézett ki járműmódba.
És ha megnézitek, akkor bizony ügyeltek itt a SXS-nél, a cégnél, akinek talán meg is szűnt azóta, az apró részletekre, tehát a lökhárító piros-piros, a grillrács az elején, maga a kék részek, neki van egy tetőablak a tetején, neki szintén van, itt még feketére ki is van színezve. Tehát én úgy gondolom, hogy minden olyan színű a figurán, aminek kell, és azt változtatnak meg rajta, ami szükséges lett, hogy ahhoz, hogy ez a karakter egy kicsit menőben nézzen ki, ne pedig úgy, mint a Donát kacsa autója, vagy legalábbis hasonlóan. Tehát ez nem is tudom, hogy létező típusú autó volt, vagy csak kicsit rajzoltak egy ilyen pick-up jellegűt, úgyhogy én úgy gondolom, hogy aminek kell, az hasonlít. Na, ha már hasonlítás, akkor hasonlítsuk is össze őt más transformerekkel jármű módba. Kezdésképpen egyik legkisebb autóbottal, Willyvel. Hát igen, ő egy kis Cybertroni felderítő. Még elvileg egyébként ő is valamilyen szinten felderítő, de ezt majd a jellemzésére kitérek. Hát lényegesen robosztusabb, de ettől nem is vártuk volna, hogy egyméretűek legyenek, vagy illetve, hogy milyen legyen a méreti különbség közöttük. Csapattársával, csatárral, akivel együtt érkezett a földre, szerintem jól mutatnak. Tehát ez még mindig egy nagyon király karakter, vagy figura, szerintem nagyon jól sikerült. Akkor régebben a klasszikusok mellé volt rakva, most ugye, ahogy változik a csapat, én is cserélgetem őket időről időre a polcon, amióta egy jobb verzió kijön belőlük. Ők így mutatnak valamit hátulról is. De szerintem illenek méretbe, tehát így a terepjáróhoz ez teljesen jó. Jó, fuvaros mellé teszem akkor még Jazz-t, amiről ugye múltkor kifejtettem, hogy azért használom mostanában ennyit ezt a figurát, mert biztos, hogy sokatoknak meg lehet, és akkor tudtok viszonyítani, hogy ha be akartok mellé szerezni egy fuvarost, hát olyan sok nagy kínálat nincs, tehát egyébként vannak fuvarosok, amik jobban hasonlítanak a képregénybelire, vagy a rajzfilmbelire, de azok igazából főleg az ilyen masterpiece-ekkel vannak egy méretben. Tehát ebbe az ilyen klasszik universe vagy kingdomos méretben nem nagyon adnak ki fuvarost. És akkor a portyázót említettem akkor az előző videómból, itt van ő is. Ők így mutatnak együtt. És vele kapcsolatban van egy olyan adósságom portyázóval kapcsolatban, hogy fuvarost egy kicsit félreteszem, hogy nem mutattam be vele a Siege-es verziót, pedig hát azt is dukált volna, úgyhogy most gyorsan itt ezt pótolom, ezt a hibámat. Tehát a Siege-es portyázó és az Earthrise-os portyázó így mutatnak együtt. Kellőképpen megváltoztatták a figurának egyébként az átalakítását is, illetve a külsejét is, tehát nem csak az, hogy kicsit átfényeztük, mint mondjuk majd nem sokára megjelenik a csatárból az Earthrise-os verzió, ahol én úgy látom, hogy semmit nem változtattak, csak a fényezésre egy kicsit összeszedték magukat, hogy földiesebb legyen. Amit én megoldottam már egy matricás kittel csatárnál, ugye, azt ők megoldották egy festéssel. Na, ők így mutattak volna együtt, úgyhogy elnézést, ez lemaradt arról a videóról. Illetve, ha már itt van, akkor vele is megmutatom, mert ez mégiscsak kis hazánkban kapható volt ez a portyázó, úgyhogy ha valamelyik őtöknek esetlegesen ő megvan, akkor jobban tud viszonyítani. Jó, még esetleg a két portyázónak a fegyverét nézzük meg. Így valahogy. Hát van hasonlóság köztük, de azért más. Na, akkor ennyit az összehasonlításról. És akkor szerintem alakítsuk is át, talán most már. Az átalakítása, az azt mondom, hogy hát lehetne egyszerűbb is, leveszük róla most egy kicsit a pókembert, de nem veszélyes, csak gyakorolni kell egy kicsit az átalakítását. Tehát kezdésképpen egy picit följebb veszem a kamerát, hogy így valahogy, hogy jobbak legyenek a mozdulatok. És hát azt szoktam mondani, hogy a fegyverrel érdemes kezdeni,
Most a pókemberrel kezdtük, levesszük a fegyverét. Amint látjátok, tényleg ugyanaz a piros meg a szürke fegyver, nekem a szürke jobban tetszik. Levesszük a fegyverét, és gyakorlatilag az elejét fölhajtom. Itt van neki a zsanérja. Egy ilyen kis egyszerű mozdulattal. Így. Hát ez eddig nem is volt nehéz. Nem nehéz maga a figura, csak a lépésekkel kell tisztában lenni, hogy melyik után melyik jön. Utána fölhajtom neki. Így. Kattan egyet, de ez mindig kattan, tehát ettől még nem kell megijedni. És kijebb húzom ezt a kettő elemet. Jó. Akkor, hogyha ez megvan, kicsit egy olyan, mintha valami repülő visszajövőbe mód lenne, vagy nem is tudom, a Halo-ba repülőknek hasonló a rotorja. Akkor kicsit mozdítunk a karakteren így, megmozgatjuk. Ez gyakran van így, hogy karaktereknél így szét kell nyitni. És ha ez megvan, kilazítottuk. Itt. Itt, akadtak ezek a rögzítő kapcsok, és itt is. Akkor egyszerűen így hátrahajtom az egész részt, így eddig hajlik, és nem tovább. És akár el is tekerhetem. Így. Itt látjátok, hogy az ágyékánál egy vonalba került ez a rész. Mert hogy ezek lesznek a lábai. Na most lehet azt, hogy így szétmozdítjuk, szétnyitjuk a két lábát, egy picit elfordítom ezt a oldalpanelt, hogy ne lefele álljon, és hát én kicsit feszülősen csinálták meg ezt a lábfejet nála, de alapjáraton ezt is egy kis ráhatással, egy kis türelemmel és mozgatással ki lehet hajtani. És van neki bokája. Azon ritka alakváltók közé tartozik, akinek legalábbis ebben a figurában van bokája. Általában nem szokott nekik lenni. De neki van. Most a lába az egy gömbcsuklón található rajta. Maga a talprész, ami miatt jól pozícionálható, jól mozgatható a bokája. Így most már akár meg is tud állni a figura, ami nem rossz. És ezt a kék részt most lehajtom, mert így megáll a figura pontosabban, annak ellenére, hogy még a sarkát nem hajtottam ki. És ez itt oldalt lesz neki. A sárvédő hívja. Tehát ezeket a kis szürke sarkokat nem hajtottam ki. Na most ennek az egyik oka az, hogy ezt így fizikailag szinte képtelenség. Ha van hozzá egy nagyon jó hosszú körmötök, de ez egy videóban nagyon hülyén néz neki, akkor talán ki lehet. Viszont itt pókember tud segíteni. Tehát ő segít, ha baj van, ha szükség van rá. Megnyomjuk ki belülről a kis kezével, ezt egy kis késsel is el lehet érni. És ki is hajtottuk. Hát csak ezért is jó hozzá ez a kis figura. A másik oldalt megismétlem. És hát ugye eddig is stabilan megállt a figura, de most meg aztán már földrengés teszt is lehet, és akkor is megmarad. Jó. Na most akkor szerintem rá fogok térni a karjaira. Legalábbis az a terv, amik itt találhatóak. És elkezdjük így kifele hajtani, mozgatni. Ja, persze, hát igen, ezeket mondjuk föl kéne hajtani, és akkor nem lennének útba. Mert ezelőtt nem hajtottam teljesen föl ezeket a elemeket. Meg ha már így vagyunk, akkor kicsit állítom még a kamerám. Oké, tehát a kerekeket most már teljesen fölhajtottam így fölülre. És akkor a karjait próbálom neki kihajtani. És közben az ajtót már akár át is lehet így játszani.
Ez egy ilyen fogas racsnis. Racsnisnak nem, de ilyen fogas. Fogazott gömbön van rajta. Ez elég stabilan tart. Jó. Ezt most megismétlem a másik oldalt, reméljük nagyobb sikerrel. Tehát ezen a fogakon fog nekünk itt végig akadni, és úgy kell nekünk fölhajtani, hogy meghajtjuk egy kicsit, aztán fordíthatunk is rajta akár, úgy, hogy az ajtót már ki tudjuk nyitni. Nem bonyolult, én bonyolítom túl a dolgot. Tehát én mutogatom, úgy próbálom, úgy, hogy minél érthetőbben, és ez miatt esetleg úgy tűnik. És akkor ki lehet hajtani neki a csuklóját, illetve a kezeit. A hüvelykújba tudunk megkapaszkodni egy kicsit a körmünkkel, és kihajtjuk. Jó lett volna nektek ezekből a, vagy ebből a figurából egy Earthrise-osat, vagy egy Siege-eset, vagy valamit bemutatni, de én azt hiszem, hogy ez csak a... Milyen nevébe adták ki? Power of Primes-ba talán, vagy a Titan Return-be adtak ki belőle egy egész kis satnyát, megint csak valami átszínezett TLG-t. Jó. Akkor most jelenleg itt tartunk, így nézünk ki. És itt a hátuljánál szétnyitom neki. Pontosabban, tehát itt a motorháztetőhöz volt rögzítve ezen a ponton az ablaküveg, és ezt kiakasztom. És ez az ablaküveg, meg maga az autó teteje egy ilyen csúszó zsanéron van, amit érdemes úgy, hogy megtámasszuk két ujjal, és így hátra toljuk rajta. És utána pedig ide be tudjuk hajtani. És elől láthatóvá is vált fuvarosnak az eleje. Hát itt ezt most már csak megint csak egy ilyen csúszó zsanérral oldották meg, hogy az egész backpackét, az egész hátját és a karjait egy ilyen kis zsanér tartja, ami egy kicsit ijesztő lehet, de szerencsére eddig még nem törtem. És így állunk most, és így lehajtjuk, és be kell akasztani a első, mellső testébe a hátsó testét. A backpackét és a... Így. De ha beakadt, akkor beakadt. És az a lényeg. Tehát az az egész kis csúszó zsanérnak, amit az előbb mutattam, ami mondtam, hogy nem túl bizalomgerjesztő, nincs tartásba szerepe. Az csak arra tartja, hogy egybe legyen a figura. Ha az átalakításnál figyelünk, utána az már nem lesz veszélyes, hogy eltörik. Jó, akkor lehajtom a kezeit, hogy valahogy kinézzem. Természetesebb pózba, mint ahogy az előbb állt. Egy kicsit hozzáigazítom a karaktert, ez a kamerát. Nos, megmondom őszintén, hogy ha annak idején ilyen klassz kinézettel jelent volna meg ez a karakter a G1-be, biztos vagyok benne, hogy népszerűbb lett volna. A külseje olyan IDV-s, tehát már nem az a G1-es, inkább az IDW-s képregényt idézi. Méretben tökéletesen passzol azokhoz a szériákhoz, amiket én gyűjtök. Ugye a klasszik, meg a Universe, meg a Siege-es, hát nagyjából tudjátok már szerintem a videóim alapján. De nézzük meg alaposabban. Ugye a fegyvere, azt már bemutattam, tökéletesen csatlakoztatható, és nem lötyög, nem esik ki. A feje az nagyon jellegzetes neki, nagyon egyedi. Megmondom őszintén, annak idején először nem tetszett, hogy ilyen lapos, meg nem az a sablonos Transformers fej, de az első megjelenésnél sok év se tetszett, és utána meg teljesen megbarátkoztam, és már az egyik kedvenc karakterem lett az az egyszemű álca. Hát szerintem klassz, hogy nem minden Autobotnak sablonos az arca, van neki egy kis egyedisége, nem kell teljesen emberre hasonlítani neki a fejének. Pörgést is szeretem, így a, ugye ő is egy egyszemű karakter hátulról. Ezt mutatja. Hát igen, itt a hátuljára kicsit zsúfoltak. Tehát lett neki egy ilyen hátizsákja, ami miatt szerencsére el nem borul a karakter, tehát azzal nincs probléma.
illetve a karjain rajta van a ajtó, ami ott van. Amit valahogy egy kicsit jobban meg kellett volna oldani, hogy összecsomagolják. Tehát még a robot módjával, bocsánat, egy kicsit itt poros úgy látom, még a robot módjával úgymond alapjáraton elégedett, vagy a jármű módjával elégedett vagyok a karakternek, itt vannak kisebb apró részletek, ami zavaró lehet. Engem nem zavart, amikor megvásároltam, mert több mint 7 éve, illetve most se zavar. Színezésen nagyon jó lett, nagyon jól idézi a G1-es képregénybeli színezést, vagy a rajzfilmbelit. Egy picit följebb állítom a kamerát, és akkor meg is mutatom nektek. Tehát itt így a látható, hogy mennyire el lett találva neki, hogy a karjai kékek, kékszínűek, ugye a képregényben is, itt is. A mellkasán ez a kis ezüst rész szintén megtalálható. Autóbot jelet, azt mondjuk én ragasztottam, az én érdemem. Ugye a combjainak ez a szürkés vagy ezüstös részeit megint csak abba a színbe. A lába pedig piros-piros. És igazából a feje is hozza. Szerintem annyit változtattak rajta, hogy pont egy kicsit vagányabban nézzen ki. Különben ez a megint csak a Transformers harmadik számába van neki a karakter jellemzése, ha érdekel titeket. Jó, kicsit visszaállok akkor a kamerát. Így valahogy. És akkor... Hát a fényjáték a szeménél az... Próbálom nektek szemléletet, mert egy nagy kristályelem az egész feje hátulról. Így látjátok is. Úgyhogy hogy igazából megfelelő megvilágításnál sötét. Fajn. Nem rossz ez, én ezért annyira nem vagyok oda ezért a kristály szemekért, de tényleg azt el kell ismernem, hogyha megfelelően meg van világítva, mondjuk polcon, akkor bitang jól tud kinézni, hogy mintha világítaná a szeme. Tehát akkor a fejét már meg is néztük közelebbről. És melkasa. De nagyon, nagyon jól el lettek találva a színei a figurának. Mozgathatóság szempontjából jól mozgatható a figura, elégedett vagyok vele. Annyi viszont, és itt kijön a figurának a gyengesége, hogy ez a sok kiálló hegyes rész miatt, ez egy kicsit egy ilyen ön is közveszélyes, tehát hogy tényleg egyrészt az ember attól fél, hogy könnyen eltörik, hogyha erősen hajtjuk. Beleakadnak pontosabban ezek a részek valami, úgyhogy csak én óvatosan mozgatom egy körbe a karját. De teljesen jól mozgatható. Én úgy gondolom. Könnyékbe. Így. Ennyit. Ennyit enged a karakter. De hát ez is attól függ, hogy igazából ez a karakter nekem nem lett túl sokat mozgatva. Nem nagyon emlékszem rá, hogy jó, derékban nem lehet körbe tekerni, az átalakítás miatt körbe lehet mondjuk tekerni a csípőjénél. A fejét azt ugye mutattam neki, a lába az teljesen jól állítható, illetve hogy a bokája is gömbizületen van. Így úgy is jól mozgatható, teljesen be lehet szinte hajtani, ez megint csak az átalakítás miatt a lábát. És ki lehet akasztani a backpackét is neki, ha nem figyelünk oda. De így már visszaakadt. És hogyha akarjuk, akkor a piros pisztolyát is a kezébe lehet neki tenni. Mondjuk a másikba így. De én indokolatlannak érzem, hogy két fegyver legyen nála. Na, esetleg még a pókembert is így föl lehet tenni a fejére, vagy a vállára, vagy ahogy tetszik. Akkor össze is hasonlítom őt.
társaival. Itt lenne Willivel. Ők így mutatnak. Jó, akkor csatár. Ő így mutat vele. Csatárral szemben, hogy akkor bemutattam őt, akkor megint csak egy adósság, amit most pótolok. A matricás kitténél nem tértem ki arra, hogy itt bizony, ide is került alulra egy matrica neki, ami adott neki egy ilyen jetpackot végül is a karakternál. Ez úgymond annyira el van rejtve, hogy ez nekem annól nem maradt, és már többször gondoltam rá, hogy pótolom, de hát majd látszik, ez egy ilyen nap. Jazzel. És portyázóval. Nem rosszak ők így együtt, én úgy gondolom. Jó volt ez a klasszikokkal is, jó a mostaniakkal is. És akkor a Siege-es portyázóval. És azért akartam kitenni őt az előbb, hogy akkor nézzük meg gyorsan így pótolva ezt is, ezt a kettőt együtt, a Siege-es és az Earthrise-os portyázót. Ő egy picikét nagyobb, ő viszont, vagy magasabb, ő viszont szebben van festve bizonyos fokig, itt vannak rajta ezek a rangjelzések és ezek a sárga részek, amik a másiknál nem találhatóak meg, így mutatnak ők oldalról, és így mutatnak ők hátulról. Mind a kettőnek az ajtaja hasonló mintázattal van díszítve egyébként. Ja. Hát nagyjából. És a fejük között is azért látszik, hogy teljesen más a két figura. Tehát nem az, hogy egy átszínezetet kaptunk. Két portyázó. De most térjünk vissza a videó főszereplőjére. Összességében nézve, az a helyzet, fiúk, hogy én már 7 éve megvettem ezt a figurát, és még azóta nem találtam jobb fuvaros, jobb karakter, jobb figurát, ami megszemélyesíti fuvaros karakterét. Ha ti tudtok, akkor ajánljatok, megírhatjátok a videó alatt, ami méretbe természetesen passzol az általam gyűjtött szériákhoz. De megmondom őszintén, ez egy nagyon klassz figura, igaz, csak külföldről lehet beszerezni, viszont egész jó áron. Tehát már 10.000 forintért néztem eBay-en, már 10.000-ért be lehet szerezni, ami szerintem nem olyan sok érte tekintve, hogy egy egész klassz figurát kapunk érte. Na, nézzük, mit élik tudni fuvarosról. Tehát akkor Autobot, és frakciója Autobot, rendeltetése, szállítás, felderítés, jellemzése. Hát elsőre úgy tűnhet, hogy fuvaros egy kötekedő, zsörtölődő, folyton morgó karakter, aki mindenben a rosszat látja, és a földet is gyűlöli. De igazából, aki jobban megismeri, aki jobban látja, hogy közeli barátai, azok tudják róla, hogy egy jó lelkű, egy önfeláldozó harcos, és mióta barátságot kötött a pókemberrel, a földet se rüheli annyira. Képességeit nézve, fizikai ereje kiemelkedő, 30 km magasba tud felrepülni, a talpán vannak neki egy ilyen sűrített levegős fuvókás rendszer, amivel végül is gyakorlatilag, hát most, hogy repülni, vagy baromi nagyot tud ugrani, ez vitatott, de azt írták róla annak idején, hogy repülni. Érzékel az infravörös hullámokat, emiatt az éjszaka ő a leghatékonyabb Autobot, és a felderítésbe, ugye ez neki nagyon jól tud jönni, amikor valahova be kell hatolni, hogy mégiscsak sötétbe. Ha srácok, ennyi lett volna ez a videó, remélem tetszett, ha igen, akkor jutalmazzátok egy lájkkal, megtisztelnétek, ha feliratkoznátok, és ki szeretnétek derejteni, miről fog szólni a következő videóm, akkor látogassátok meg a csatorna Instagramját. Sziasztok!